Több szempontból is rendhagyó szezon zártak a 2004-ben alakult Akvaese Nyíregyháza vízilabdázói. Az egyesület sportolói hosszú várakozás követően birtokba vehették új otthonukat, a városi uszodát, a koronavírus járvány viszont megnehezítette a játékosok és az edzők dolgát. Az előkészítő csoport tagjaival együtt mintegy 300-on pólóznak az egyesületben, három korosztály, az U14, az U16 és az U18 képviselői pedig az országos bajnokságban szerepeltek az előző idényben. Furcsa szezonon vagyunk túl. Sokszor nem is az eredmény volt a lényeges a meccseken, hanem hogy egyáltalán ki tudjunk állítani csapatot. Itt a járványnak a tetőpontján sokszor sakkoztunk, hogy éppen melyik gyerek van karanténban. Sokszor kellett fiatalabb gyerekekkel kipótolni a korosztályainkat, de összegezve mindent egy közepes teljesítményt nyújtottunk ebben a szezonban. Lehetett volna sokkal jobb is. Így alakult. Tehát nagyon sok külső körülmény volt, ami igazából befolyásunk nem volt. Megpróbáltunk szépen szerepelni, és itt leginkább az ifi csapatunk volt érmes reményekkel. Decemberben még az aranyért küzdöttünk, aztán közbeszólt ugye a járvány, közbeszólt az érettségi, visszacsúsztunk az ötödik helyre. Sajnos nem tudtunk erősebb csapatokat megszorongatni már a bajnokság végén. A gyermekcsapat játékosai közül a legtöbben a következő szezonban is ebben a korosztályban szerepelnek, ezért az általuk elért hetedik hely reálisnak mondható. A serdülőknél volt a legtöbb hiányzó, sokan lemorzsolódtak menet közben, így a hetedik helyre ért oda a gárda. Mivel az Akvaesének nincs felnőtt csapata, a kiöregedő ifjúságiak máshogy folytatják pályafutásukat. A teljes csapatom befejezi idén a nyíregyházi karrierjét, mindenki más városban folytatja az egyetemi tanulmányait. Úgyhogy nekünk előről kell kezdeni, illetve majd a serdülőt meg kell erősíteni annyira, hogy az ifit megfelelően tudja képviselni. Örülök, hogy velük dolgozhattam közel 10 éven keresztül, sok mindent nyertünk velük, nagyon szép élmények fűznek hozzájuk, ebben ennyi volt. Az edző szerint bizakodásra adhatok ott, hogy az utánpótlás rendben van, a bébi korosztályban két csapatot is tudtak indítani az elmúlt idényben. A nagyobbak még 2 hétig edzésben maradnak, aztán a nyári pihenőt követően július végén kezdik el a felkészülést a következő szezonra.